Sziasztok! Isten rejteget valamit előlünk? Vagy mit jelent az, hogy elrejtetted ezeket az okosak elől? És ez vonatkozhat ránk? Nem, mintha okosnak tartanánk magunkat, ne ést félre, de nem szeretnénk kimaradni semmi jóból, igaz? Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bistró. Sziasztok! Záhonyi Viktor vagyok, a Vekkel keresztény közösségből. Olvasom tovább a János evangéliumot versről versre. 7. fejezet, 40. vers. Ezt hallva a sokasság egy része azt mondta, bizony ő proféta. Mások azt mondták, ő a messiás. De voltak, akik ezt mondták, az nem lehet, mert a messiás nem Galileából származik. Nem azt mondja az írás, hogy a messiás Dávid családjából származik, és Betlehemből jön majd, abból a városból, ahol Dávid élt. Emiatt nem tudtak egyetértésre jutni. Voltak, akik szerették volna Jézus letartóztatni, de nem mertek kezet emelni rá. A templom őrség ekkor dolga végezetlenül, ugye mert azért küldték, az volt a dolguk, hogy letartóztassák Jézust, de nem tartóztatták le. Visszament hát a főpapokhoz, az őrség és a farizeusokhoz. Azok megkérdezték, miért nem tartóztattátok le, és hoztátok ide őt? Az őrök ezt válaszolták, még soha senki nem beszélt úgy, mint ez az ember. A farizeusok akkor megkérdezték, csak nem bolondított meg titeket is? Látjátok, hogy senki sem hisz benne a farizeusok és a főpapok közül? Csak a tömeg követi, de ők átok alatt vannak, mert nem ismerik a törvényt. Bezzeg, mi ismerjük, igaz? Gondolták ezt a farizeusok magukról. A farizeusok között ott volt Nikodémos is, aki korábban elment Jézushoz és beszélt vele. Azt mondta, a törvényünk szerint senki nem ítélhető el, amíg ki nem hallgatták. Mi sem ítélhetjük el őt, amíg ki nem vizsgáltuk, hogy mit tett. Ekkor a többiek letorkolták. Talán te is Galileából jöttél. Nézz utána az írásokba, és meglátod, hogy a proféta nem Galileából származik. Tehát látjátok azt, hogy nagyon megosztja Jézus az embereket. És nem mindenki ismeri fel azt, hogy ki is Jézus. A farizeusok, az írástudók, az akkori egyházi vezetők pedig végképp nem. Ők, minthogyha egy fátyol fedné el a szemüket, nem látják, hogy ki Jézus. A katonák előbb látták, hogy ki Jézus. Azt mondták az őrök, hogy soha senki sem beszélt úgy, mint ez az ember. Mire a válasz az volt, hogy a farizeusok és a főpapok közül senki sem hisz benne, úgyhogy te sem higgyél. Na, miről is van szó itt igazából? Szerintem itt pont erről van szó, amit Jézus így fogalmaz meg a Máté evangéliumban 11.25. Dicsőítelek, atyám, mennyi és föld ura, hogy ezeket elrejtetted a bölcsek és okosak elől. De megmutattad azoknak, akik olyanok, mint a kisgyermekek. Tehát nem arról van szó, hogy akkor a keresztények mind ostobák, buta, tanulatlan bárgyú, együgyű emberek. Nem. Arról van szó, hogy azok, akik felismerik Jézust, azok nem olyanok, mint a korabeli vallási vezetők, akik el voltak telve a tudásukkal. Arroganciájukban nem volt bennük meg a kíváncsiság és a nyitottságnak az alázata. Azt gondolták, hogy ők mindent tudnak az írásokról, hogy ők Istent kimerítették, senki sem tud már mondani nekik semmit Istenről. Ez a hozzáállás, ez itt az idézett bölcseknek a hozzáállása, akik úgy gondolják, hogy már nem tudnak többet tanulni. És ezért pont a lényeget nem tanulják meg, pont azt nem ismerik fel, pont az marad ki. Ezért bátorít Jézus arra minket, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek, tehát legyünk nyitottak, legyünk kíváncsiak, legyünk érdeklődők. Ne gondoljuk azt, hogy már mindent tudunk. És ez az alázat szükséges ahhoz, hogy Istent felismerhessük. Ugye vannak azok, akik azt gondolják, hogy túl okosok ahhoz, hogy keresztények legyenek. Hiszen tudom, ismerem az evolúciót, az ősrobbanást, és akkor utána sorolhatnák még a különböző tudományágakat. Egyszerűen túl okos vagyok ahhoz, hogy keresztény legyek, hogy Istent felismerjem. No, ilyenkor biztos, hogy nem fogják Istent meglátni. Azt mondja Jézus egy másik helyen, ez a boldogságról szóló beszéd, emlékeztek, a hegyi beszéd, Máté 5.3. Milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Más fordítás szerint a lelki szegények, akik szellemi értelemben rádöbbenek arra, hogy szükségük van valamire. Nincs meg még mindenük. Emlékszem, amikor én is
hosszú-hosszú éveken át kutattam, kerestem Istent. Éreztem, hogy valamire még vágyom, valami még hiányzik, és nem találtam a Ferences gimnáziumban, nem találtam a katolikus teológia 6 éve alatt. Éreztem, hogy valami még mindig hiányzik. Lelki szegény voltam. És ilyen értelemben, hála az Úrnak, az ő kegyelmében olyan voltam, mint a gyermek, aki még mindig tudni akart, mindig kíváncsi volt. Addig kopogtattam, még ajtót nem nyitott. Aztán 2002. május 22-én az Úr betöltött engem is, mint pünköskor, az apostolokat. És akkor éreztem, hogy ezt kerestem, őt kerestem. Van még egy ige, amit ide szeretnék nektek felolvasni, megint bátorít minket arra, hogy egyre jobban ismerjük meg az Urat, úgyhogy téged is bátorítalak, hogy nyitottan, kíváncsian, alázattal, minél többet tudj meg az Úrról, minél többet olvasd az ő szentírását, hallgass a prédikációkat, és ne csak az ige hallgatója, hanem cselekvője is legyél, és azokat alkalmazd, és egyre inkább Krisztusi válj tettekben, és ne csak tudásban és gondolkodásban, igaz? Azt mondja a Fülöppi 1.9. Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet. Szeretetben is növekedjetek. Egyre többet tudja szeretetről, és alkalmazd azt. És ezzel együtt az igazság ismerete is növekedjen, és mindenféle megértés növekedjen bennetek. Hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb. És azt választhatok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek Krisztus eljövetelének napjára, és hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek végbe, amely tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szerezzetek neki. Úgyhogy erre bátorítalak, hogy minél többet tudj meg Krisztusról, minél maradj kíváncsi, maradj alázatos, várd Istent, hogy ő egyre inkább megmutatja magát neked, és egyre inkább válj Krisztusivá. Ez a mai üzenet, remélem, hogy tápláló volt, hogyha igen, akkor kérlek kommented, lájkold, oszd meg, hagyd mutassa meg az algoritmus, minél több embernek erősítse az ő hitüket is. Köszönöm, hogy így teszel, most pedig imádkozom, érted? Menj, Atyám, kérlek, áld meg az én hallgatómat, tartsd meg benne a gyermeki lelkületet, az alázatot, a kíváncsiságot, a szorgalmat, a tudásvágyat. Ne gondolja azt, hogy most már mindent tud rólad, hogy neki már nem lehet újat mondani Istenről, és aztán megkeményedik a szíve, mint a farizeusoknak, és aztán elmulasztja a lényeget, vagy akár eltávolodik tőled. Addom, hogy mindig egyre szomjasabbak legyünk irántad, a te jelenléted iránt, a te szavad iránt, a te vezetésed iránt, úgyhogy vezess minket Krisztusi gondolatokra, tudásra és tettekre, hogy váljunk egyre inkább olyanná, mint maga Jézus. Az ő nevében imádkozom. Amen! Úgyhogy ismerd meg egyre jobban az Urat, ne add fel, húzódj hozzá minél közelebb.